Megkezdődtek a viták erről is, az Unió talán ideje korán benyújtott költségvetéséről, amely homlok egyenes szemben áll a magyar tervezett céljaival, szándékaival. Több probléma is van vele. Az egyik az, hogy kevesebb forrás jut egy sor területre, csak a migráció és a brüsszeli bürokrácia támogatása nem csökken. Árulkodó jel, hogy most már nem határvédelemről beszél a tervezet, hanem migrációról és határmenedzsmentről. Azt is tudjuk, hogy a britek kilépésével kisebb lett a torta, kevesebb pénz áll majd a tagállamok rendelkezésére, ezért a felelősség a brit kilépésért is Brüsszel elhibázott politikáját terheli. De az egyik legmegdöbbentőbb, hogy visszaköszön az a Soros Györgyféle javaslat is, amely 30 milliárd eurós Marshall tervet szorgalmazott a fókuszában a migrációval. A brüsszeli javaslat migráció és az előbb említett határmenedzsment fejezete pedig 35 milliárd euróról beszél, kísértetiesen azonos számok. További eurómilliárdokat akarnak költeni a kohéziós és szociális forrásokból a már Európában tartózkodó migránsok integrálására. Brüsszel költségvetési javaslatának céljai ellentétesek a magyar és az európai érdekekkel, éppen ezért azt elutasítjuk. Egyre többet tudunk valóban a hosszú távú költségvetés részleteiről, és amit tudunk, az nem túl derűs, mert a jelenlegi állapotában az uniós tervezett 7 éves költségvetés egy bevándorláspárti költségvetés. Mert egyértelmű a szándék arra, hogy helyet csináljanak a bevándorlás támogató programoknak, mindezt a klasszikus uniós fejlesztési források rovására, minden súlyosbítva jogköröket akarnak elvonni a tagállamoktól, el akarják venni azt a jogot, hogy mi határozhassuk meg, hogy kit tekintünk menekültnek, és kit tekintünk gazdasági bevándorlónak. És hogy még súlyosabb legyen a kép, továbbra is napirenden van a betelepítési kvóta, ott van a napirenden, és hogyha tehetnék Brüsszelben, akkor azonnal életbe léptetnék, meg is indítanák. És nagyon jellemző az, hogy a határok kérdéséről hogyan beszélnek a költségvetési tervezetben. Nem határvédelemről beszélnek valójában, hanem határmenedzsmentről. Ez nagyon jó jelzi a gondolkodásbeli különbségeket. A mi álláspontunk szerint egyáltalán nem fair és egyáltalán nem demokratikus, hogy az európai állampolgárok megkérdezése nélkül akarnak jóváhagyni egy ilyen súlyos migrációs csomagot. Mindezt úgy, hogy amikor az európai állampolgárok 2014-ben dönthettek az európai parlamenti képviselőkről, az uniós csúcsvezetőkről, akkor erről egyetlen szó nem esett. Egyetlen szó sem. Brüsszelnek szerintünk egyáltalán nincsen felhatalmazása arra, hogy ilyen stratégiai ügyekben a fejünk felett döntsön.